Az elmúlt hetekben Tatán egy felkészítő versenyen Várpalotán a Diákolimpia elődöntőjében, illetve Budapesten a felnőtt magyar bajnokságon vettek részt a kapuvári kasztrum karatésai. Pantelics Péter elnök elmondta, Pantelics Bence kvalifikálta magát az áprilisban Grúziába megrendezése kerülő Karte Európa bajnokságra. A kiváló sportoló forma gyakorlatban indul. Ahogy lezártuk a 2019-es esztendőt, már egyből belecsaptunk a 2020-as felkészítésekbe. Mindjárt Tatán kezdtünk Február elején egy felkészítő versennyel, ott 20-23 gyermekkel vettünk részt. Aztán ezt követően jött a felnőtt magyar bajnokság Budapesten, itt Pantelics Bence indult forma gyakorlatban és küzdelemben is. Majd pedig a Diákolimpia elődöntő következett várpalotán, itt sajnos az influenza tizedelte a sorainkat, 13 fővel tudtunk részt venni, és ebből 7 érmet szereztünk a rangsorban hol állnak ezek a versenyek, akár a, Bencehol részt vett, vagy akár az olimpia? Tehát, hogyha azt vesszük, akkor mondjuk egy tatai verseny az egy felkészítő verseny volt, itt körmérkőzéseket vívtak a gyerekek, főleg gyakorlás célnal, hogy a Diák ugye megnézzük, hogy, hogy mik azok a hibák, amiket javítanunk kell, mi az, ami még fejlődni lehet, illetve mi az, amit erősítenünk kell, ami jó dolgok vannak, és még jobban összerakjuk a gyerekeket. A felnőtt magyar bajnokság ugye köztudott, hogy ahogy az utánpótlás versenyeknek vége, a gyerekek elérik a 18 éves kort, utána már vagy az U20-as kategóriában, vagy pedig a felnőtt versenyeken tudnak versenyezni. Mivel U20-as versenyek Magyarországon nincsenek, ezért itt csak a felnőtt magyar bajnokság játszik. és Bence tavaly lebetegedett a felnőtt magyar bajnokság idén, tehát nem tudtunk indulni. Idén pedig mínusz 75 kg-ban, lényegében ez egy kvalifikációs verseny is volt. Budapesten képviselte Kapuvárt, és a mínusz 75 kg három küzdelmet követően bronzérmet szerzett. Itt azért tudni kell, hogy ebbe a 75 kg-os mezőnyben, Elég jó nevek vannak, mint Fekete Farkas, aki tavaly Magyar-bajnok lett, idén is megnyerte. Rétfalvi Tamás, aki ezüstérmes lett tavaly a, a Magyar-bajnokságon, Mocó Milán, fiatal Jakúza, fiú Jászberényből, aki szintén tehetséges, Lucki Zsolt várpalotáról, tehát szintén mindig ott vannak az élmezőnybe, és ugye Bence most, hogyha úgy van, akkor bemutatkozott a, a mezőnybe, valamint itt volt még Karcub Zalán is, Nyírbátorból, aki szintén már Európa bajnokságot megjárt versenyző, és egy elég kemény mezőnybe csöppentünk, teljesen mindegy volt, hogy milyen a sorsolás, tehát lényegében, hogy ki, melyik versenyzővel kezdünk, itt nem volt könnyű meccs. Bence mindjárt Rétfalvi Tamással indult, aki tavalyi ezüstérmes volt, és a, a hosszabbításban bírói, egyöntetű bírói döntéssel jutott tovább. Majd a következő körben a, a Martfűi Mészáros Zsoltot Ipponnal búcsúztatta, és úgy került be a döntőbe, itt, illetve a négyes döntőbe. Itt akkor ugye törés technika következett, az az igazság, ugye már bemutatókon törtünk téglát, cserepet, egyeveket, de versenyen még deszkát nem, és egy gyors tutoriát tartottam Bencérek, hogy hogyan kéne megcsinálni, és mondta, hogy hát már bocs, de nem most, leszek a, nem most fogom elhozni a legjobb törőnek járó díjat, törjük el a kötelező. Őt, meg ne sérüljön le a kezem, aztán, aztán folytassuk. És lényegében a, a négy között Mocó, Milánnal, Mocó, Mocó Milántól bírói döntéssel kapott ki. Itt már azért a sérülések összeadódtak, és a jakúzás fiút ítélték a bírók jobbnak. Ő lett a második, viszont már nem állt ki ő sem a döntőben a fekete farkas ellen, hanem sérülései miatt ő is abba hagyta a küzdelmet. Ugye ez egy kvalifikációs verseny volt, és fontos megjegyezni, hogy Bence például Kátába is indult formagyakorlatban, ami azt jelentette, hogy, hogy a Sínkiokusin Harcművész Szövetségből, és a, bocsánat, a Magyar Kiyokushin Karate szervezetből ő lett a második legjobb versenyző formagyakorlatban, holt versenyben lett negyedik illetve így akkor ötödik helyezett, a, az orosházi fiú azért jutott negyedik helyre, mivel az első körben ő több pontot szerzett, mint a Benceit, és a több pont ez három század volt. Tehát, és most ezzel az eredményével Bence megszerezte a kvalifikációt a grúziai Európa-bajnokságra, ami áprilisban lesz. Van olyan versenyző, akit érdemes még kiemelni, akár a hölgyek közül? Ugye Bán Lili volt az, aki tavaly a Magyar Bajnokságon szép eredményt ért el, ez is és ő volt az, aki, aki idén is szintén indult volna, de mivel ez, a, ez a sport ez nem olyan, mint a vagy mondja, más sportok, inkább nem is nevezek mást meg, itt fontos az, hogy, hogy a gyerekek, amikor végeznek az iskolával, akkor utána, aki nem megy egyetemre, a, ő neki munkahelyet kellett találni. És Lilia a Gyesevnél helyezkedett el, és most beiskolázták itt a szeptemberrel elkezdődött neki a beiskolázás, szombat helyen jár iskolába, ahol forgalomirányítás és egyéb számítástechnikai dolgokban végz, folytatja a tanulmányait, és ugye nem lehet azt mondani, hogy akkor most felkészülök is a versenyre, a Magyar Bajnokságra mellette tanulok is. Első az, hogy meglegyen a munkahely, és utána meglátjuk majd, hogy, hogy a munka mellett hogyan tud készülni. Jelenleg péntekenként tud lejönni edzésre, és így segíti a csapat. A következő hetek miről fognak szólni? Ugye március van, jön április, május, tehát a versenyszezon nagy része ugye még hátra van. Igen, ugye ha azt veszük, akkor a gyerekek, a Diákolimpiára 13 fővel indultunk, 12 fiatal megszerezte a kvalifikációt, innentől fogva készülünk a Diákolimpia döntőre. Sajnos úgy néz ki, hogy, hogy egy kicsit a létszámunk megint csak csappanni fog, mert nem tud rajta mindenki részt venni. Például Serfőző Hanga, aki aranyérmet szerzett a Diákolimpia elődöntőn. Sajnos pont ekkor van neki egy nemzetközi táncversenye Ausztriába, és azon fog részt venni. Így az egyik szívem, fáj, a másik szívem örül, mert, mert hanga, hogyha úgy van, akkor a Diák Olimpia döntőről lemarad, tehát biztos, hogy egy dobogós helyünk lenne vele kapcsolatban, viszont, viszont ha úgy van, akkor másik téren meg a táncban ugyanúgy ki tud teljesedni, remélem Ausztriába szép sikert fog szerezni, tehát ugyanúgy viszi tovább kapuvárnak a a hírét, és vannak fiatalok, akik jelezték, hogy sajnos a szüleik miatt nem tudnak eljönni, mert programban, van, stb. De én azért egy ilyen 10-9 fővel, ha úgy van, akkor ezzel készülünk. Remélem nem fog senki se lebetegedni. Ez Debrecenben lesz, március 14-én a Diákolimpiánk. A következő versenyünk, ugye Grúzia lesz akkor a, a felnőtt Európa-bajnokság. Itt Bence forma gyakorlatba indul. Mivel Mocó Milán nem vállalta az indulást a, a felnőtt 75 kg-ban, ezért fölajánlotta a szövetség, hogy a harmadik helyezetteként Bence és Lutzki Zsolt indulhatna akkor küzdelemben is. De mi már az eredményt tudva betábláztuk a következő versenyeinket, és a tavalyi, spanyol sikerünket, ugye akkor megjártuk Madridot, és egy aranyérem és két ezüstéremmel tértünk haza három versenyzővel. Idén is ellátogatunk Madridba májusban, de nem Madridba, bocsánat, Barcelonába, tehát a Spanyolországba, ahol, ahol most már egy kicsit nagyobb különítménnyel fogunk részt venni, hat fővel, itt serfőző hanga, német János, német virág, serfőző Zalán, Fandák ajándék és Pantelics Bence fog, fogja képviselni Magyarországot. Tehát ez egy nagyobb versenyünk, illetve még ezelőtt a verseny előtt egy, a gyerekeknek egy kiskun kupa lesz, kiskun félegyházán, egy felkészítő verseny, hogy megnézzük, hogyan tudják a knogdant adoptálni, hogy ahol nem testpajzsos versenyek lesznek, hanem küzdelem. Tehát készülünk, zajlik a munka. Ugye a Kastrum elég nagy család, tehát az óvodásoktól a felnőttekig nagyon sokan járnak ide edzeni, csak úgy is, hogy mozgásba legyenek akár a munka után, vagy egy kicsit a fizikai állapotukat feljavítsák, ha gondolok itt az idősebb korosztályra. Nekik mit tudnak ajánlani így a tavasz folyamán? Ugye elindítottuk januártól a Titán programot, ami azt jelenti, hogy a felnőtt korosztály, tehát szülőknek, illetve idősebbeknek, először úgy volt, hogy top 30-nak, vagy top 40-nek, vagy top 50-nek fogjuk hívni, aztán inkább maradtunk a Titán megnevezésnél. Egyrészt jól hangzik, másrészt pedig meg is acélosodnak ezek a, a felnőttek, szülők mert a kasztrumba heti két-három alkalommal kínálunk lehetőséget, egyet hétvégén, kettőt pedig hétfőn és csütörtökön. Amikor egy órás kontroll mellett végzett köredzéseket végeznek a, a szülők, egy kis csoportos foglalkozás zajlik egy órába, és nagyon pozitív eredményeink vannak. Tehát mind a életmódváltásban, hogyha úgy van, akkor már a, a szülők jelezték, hogy az előző méretű ruha, ami nem jött rájuk, az már rájuk jön. Látni a pulzusukon, ugye, mivel minden egyes edzést egy úgynevezett szív alatt tartunk. Tehát lehet látni a fejlődésüket is, hogy, hogy mennyit égednek, égetnek, hány kalóriát, illetve, illetve milyen, milyen szívveréssel, milyen pulzussal végzik a, a, gyakorlatokat, és az állóképességük, fitségük mindegyik, mindegyiknek javult. Egy nagyon jó, vidám csapat, akikhez, hogy úgy van, akkor még lehet csatlakozni, tehát szeretettel látunk minden szülőt, felnőttet, aki úgy gondolja, hogy TRX-ezni szeretne itt a kasztrumban, örömmel látjuk őket. És a legkisebbek az óvodások, hogy vannak? A, az óvodások heti két edzésen vesznek részt, tehát ők kedden és csütörtökön két csoportban, öt éves kortól fogadjuk őket, sokan telefonálnak, hogy már három évesen idehoznák a gyerekeket. Az az igazság, hogy három éves még nem az a, a, a korosztály, ahol, ahol a gyerekek együtt tudnak dolgozni, inkább még külön játszanak, viszont itt azért a kasztrumban egy olyan utánpótlás nevelés folyik, ahol ahol azt mondjuk, hogy 5 éves kor azért, azért legyen, meg közelebb legyünk az 5 éves kor, korhoz, és ilyenkor egyensúlyfejlesztés, mozgásfejlesztés, készségfejlesztések, gyorsaság, ritmus, tehát ezeket fejlesztjük a gyerekeknél, nem a harcművészetet alapjait alkalmazva, nem küzdelemről, meg nem verekedésről szól a dolog, hanem inkább, inkább a sportról, a mozgás megszeretéséről, tehát a gyerekek fejlesztjük az ügyességüket, nagyon sok gyerekkel van probléma, például magatartásbeli dolgok. A harcművészet nagyon jó erre, hogy egy kis rendet és fegyelmet tanulnak, főleg, hogyha egy ekkor én óvó bácsi, mint én végzem a gyakorlatot. És itt szeretném megköszönni Serfőző Hangának, aki, aki közben, amikor a szabad ideje van, jön és segít, és a gyerekek nagyon szeretik a. a a hangának a, a, segítségét, követik, ezt abból lehet, hogy észre, lenni, hogyha kidobózunk vagy játszunk, akkor mindig minket támadnak. <laughs> Tehát, és nagyon jó érzéke van különben a gyerekekhez, és örülök neki, hogy ott segíti a munkámat, és visszük ezt a kis utánpótlás csapatot is. Köszönöm. Én is köszönöm, és további kellemes napot kívánok.